Na hát elérkezett ez a pillanat is, ugye a négy darab zsákmacskás videókártya közül már csak ez az egy teszteletlen maradt. Ugye itt volt velünk már a GT 220, ami működött, itt volt velünk még az Nvidia Quadro, ami szintén működött, kigondolta volna, mégiscsak Quadroból van. Volt egy HD 7770, ami sajnos nem működött, pedig abban reménykedtem a legjobban, de most itt van utoljára velünk a HD 4770, ami egy 512 megás GDDR 5-ös videókártya. Na, szereljük be, és nézzük meg, hogy működik-e. Na, a kártya bent van a helyén, illetve be lett dugva a 6 pines csatlakozó a tápegységből, mivel ennek a kártyának azért van fogyasztása. Nem olyan sok, de van fogyasztása. Na, és akkor nézzük meg, hogy a negyedik, az utolsó elindul-e, vagy sem? Kérlek egy képet. Durr! Na, ne hagyd cserben. És ad képet! Woo! Jöhetnek a játéktesztek. Na, akkor kezdjünk is bele az első játékunkba, ami nem más lesz, mint a World of Warcraft Retail. Nézzük meg, hogy mégis mennyi FPS-t tudunk ebből a kártyából kicsikarni az újabbnak nevezhető Starting Zone-ban. Na, tehát nézzük meg a grafikát, mindent levettem, viszont a felbontás az Full HD és a render scale-t sem változtattam meg, a vertical sync természetesen ki van kapcsolva, illetve ezen kívül minden a lehető legalacsonyabbra van véve. Na most! Így, hogy most nem nagyon történik semmi a játékban, így van 60 FPS feletti értékünk nagy átlagban, de ugye ezen még egy kicsit változtatni fogunk lefele, amint egy kicsit bentebb megyek a pályán. Azért látjuk, hogy már azért 60 alá be is estünk, és így, hogy ide jöttünk ehhez az animáltabb területhez, bizony bezuhintottam az FPS-t egy pillanat alatt 20 alá is. 30 az átlag, ugye minél tovább maradunk ebben a zónában, az átlag annál inkább lentebb fog esni, lentebb fog zuhanni, de ugye, mint mondtam az előbb, most jelenleg 1080p-be játszunk, és nincsen resolution scaling. Na most az érdekel engem, hogyha mondjuk visszaveszem 720p-re, kb. 720p-re, akkor milyen szinten lesz képes elviselni ez a videókártya ezt a minimális kis animációt, ami éppen itt történik. És egyben láthatjuk, hogy jóval játszhatóbbá vált az egész, hiszen a 20 FPS-ről mégiscsak felugrottunk 40-re, és így alapvetően nem mondanám szétnek a játékot, nyilván alacsony felbontás 720p, és ez a kártya csupán 512 megás, és bizony nem egy mai darab. Alapvetően ennek a játéknak első kellett volna indulnia, hiszen ugye a kártya nem támogatja a DX11-et, erre a játékra meg az alapvető sziszrek, a DX11 már egy jó ideje. Szóval... nice! Na jó, eddig azt kell mondjam, kártya versus játék, a kártyának egy nulla. Szép! Na nézzük a következő játékunkat. Ahogy megjegyzem, a WoW Retail megy, de a Diablo Immortal az már nem. az már nem indult volna el. Na itt vagyunk a menübe, nézzük meg, hogy alapból mégis mit állított be nekünk. Igen, igen, háj, dehogy is, dehogy háj, mindent kikapcsolunk, mindent lóra teszünk. Na nézzük, mégis hogyan teljesít szerencsétlen, és az FPS-ünk úgy látom, hogy 80 körüli, legalábbis játék közben, ugye, hogyha meghal az ember, akkor 1% lovat be fog zuhanni, illetve akkor az eléggé le tudja rontani a benchmarkot is, de most alapvetően ingén vagyunk kíváncsiak arra, hogy Full HD felbontáson a legalacsonyabb grafikai beállításokkal, hoppá, most előttek, mégis mennyire tud működőképes lenni, és azt kell, hogy mondjam, olyan nagy probléma nincs vele, azon kívül, hogy állandóan meghalok, azon kívül nincs vele sok probléma. Úgy látom, hogy azért ilyen 60 FPS feletti értékeket képesek vagyunk elérni, illetve tartani is játék közben. Most próbálunk egy kicsit életben maradni, és úgy akarom megnézni, hogy úgy milyen a 1% low, mert ugye a 1% low-t minden egyes halál eléggé durván a sárba döngöli. Most még élek, 41 a 0.1% és 52 a 1%, azt kell, hogy mondjam, ez teljesen játszható az átlagunk, és most volt egy nagyobb drop, most leestünk 5 FPS-re 0.1%-be, de 1% vissza is ugrott. Hoppá, honnan lőttek? Onnan? Nem látok. Volt magasabb, volt alacsonyabb, az átlag jelenleg 90 FPS, azt kell, hogy mondjam, nem egy rossz érték.
teljes mértékben játszhatónak nevezhető ez a játék, annak ellenére is, hogy Full HD felbontáson játszok egy 512 megás kártyával. Nice, nyilván nem egy mai játék és nem éppen rendszerigényes, de ettől függetlenül a kártya versus játékok esetében a kártya 2-0-ra vezet. Szép munkakártya! Na nézzük az utolsó játékot. És mi az előző videókban is ragaszkodtam ahhoz, hogy egy kicsit változatos legyen a játék felhozatal a tesztek szempontjából, ezért most is egy eléggé furcsa játékot hoztam így a végére, ami nem más lesz, mint a LEGO Gyűrűk Ura. Nem azt mondom, hogy grafikailag intenzív játékról van szó, viszont rengeteg NPC futkos, illetve ellenség fel alá, legalábbis az elején. Természetesen ezt kontrollerrel kell játszani, mert a LEGO játékok billentyűzettel... Most maradjunk annyi, vagy nem nagy élmény úgy játszani őket. De hosszú ez a cinematik, és még csak el se lehet skippelni, addig igazából annyit tudnék mondani, hogyha nem játszottam ki a LEGO Star Wars-t legalább 30-szor gyerekkoromban még PS2-n, akkor egyszer sem. Éjjel-nappal az ment. Meg a FIFA Street 2, meg az SSX On Tour, meg a Harry Potter 3-at is nagyon szerettem, még a PS2-es változatot. Az is jó volt. Na, közeledünk a csatatérhez. A cinematic alatt 53 FPS-ünk van, és a kártyánk 70 fokos. Not bad, not bad. Jó, mondjuk nem magas grafikai beállítások vannak, hanem 1080p és low, de úgy tűnik, hogy egy kicsit alábecsültem ezt a kártyát, tehát nyilván itt eléggé sok az enemy, illetve az ally NPC is, de nem nagyon sikerül a kártyát megbüntetni, tartani tudja az 50 FPS, kapcsoljuk be a benchmarkot, hoppá, jó pár ork elkezdett engem üldözni, szedjük le őket, ne idegesítsenek, hagyd tudjam nézni én is a benchmarkot, 0.1% low 32 FPS, 1% low 47 FPS, srácok, tehát ez a játék, ez teljesen játszható. Nagyon régen volt még egy videokártya, amivel pont én ezt a játékot tesztettem, nagyon régen volt, és csak egyszer fordult elő, és hát annál a videokártyánál, mit nem mondjak, eléggé elvérzett az FPS szám ennél a játéknál, viszont úgy tűnik, hogy ez egy jobb kártya, mint amivel legutóbb teszteltem, szóval azt kell mondjam, teljesen játszható ez a játék is. Hoppá, ott egy kivégzés van. És hát nem volt kivégzés, a pajzsát talán azt leszedtük róla. Na mindegy, stopp, videokártya versus játékok, 3-0, ez a kis videokártya, ennyiért megnyerte ezt az egészet úgy, ahogy van, lesöpört mindent a pályáról, és azokhoz a videokártyákhoz csatlakozott a 4-ből, ahhoz a másik 2-höz, avagy a GT 220-hoz, és az Nvidia Quadrohoz, amelyek működtek is, nem úgy, mint a HD 7770, pedig az lett volna a legjobb, hogyha az működik. De hát így jártam. Mégiscsak zsákban macska volt. Ez lett volna a mai videó, remélem tetszett. Ha igen, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg. Hamarosan találkozunk. Devon voltam. Sziasztok!